Az ellenzék megértette a választók üzenetét. Összefogtunk, hogy végre ne egymást győzzük le, hanem a Fideszt. Egy az egy ellen fogunk megmérkőzni a kormánypárttal, mert csak így győzhetünk. Hogy ki legyen az az egy, azt nektek kell eldönteni. Idén Magyarország történetében először országos előválasztást fogunk tartani, ahol nektek kell megmondani, ki legyen az ellenzék közös jelöltje. Én a magam döntését meghoztam. Miniszterelnök jelöltként kérem a támogatásotokat, hogy kihívhassam Orbán Viktort, és legyőzve őt végre megteremtessük a szabadság és a jólét Magyarországát. Egy olyan országot, ahol mindenki azt kapja, ami neki jár. Aki tisztességesen dolgozik, az minőségi fizetést. Aki tisztességgel ledolgozta az életét, az tisztességes nyugdíjat. Aki pedig kifosztja a nemzetet, az példás büntetést. Ehhez nem elég az, hogy én legyek Magyarország leendő miniszterelnöke. Szükségem van alkalmas képviselőkre is. Somogy megye 3-as számú választókörzetében a Jobbik egy olyan embert támogat, aki az elmúlt években a sportvilágában olimpikonként, a parlamentben pedig honatjaként képviselte méltón Magyarországot. Hajrá, Steinmetz Ádám! Büszke vagyok arra, hogy 2018 óta a legjobb tudásommal képviseltem az önök érdekeit az országgyűlésben. Rendszeresen számon kérem a térségnek tett, de be nem tartott kormányzati ígéreteket is. A Jobbik listájáról bekerült képviselőként elsősorban Somogyország és a somogyi polgárok hangját tolmácsolom a parlamentben. Emellett pedig olimpiai bajnokként sportügyekben szólalok fel. A járványhelyzet mielőbbi megszűnése mellett legfőképp egy jóléti, szabad Magyarország megszületésében és egy erős, fejlődő vidék megteremtésében bízom. Meghallottuk az emberek szavát, és idén előválasztást tartunk Magyarországon. Ennek során önök dönthetik el, hogy ki legyen az a jelölt, aki 2022-ben egy az egy ellen fog küzdeni a Fidesz jelöltjével szemben. Ez egy nagyon nagy innováció. Hiszek abban, hogy a legalkalmasabb jelölt kiválasztásával komoly lépést tehetünk a kormányváltás felé. Mert együtt erő vagyunk. Azért indulok az előválasztáson, hogy 2022-t követően is legjobb tudásommal, lelkiismerettel tudjam tovább szolgálni a térséget. Hiszem, hogy mi többet érdemlünk üres ígéreteknél és pökhendi válaszoknál. Önöknek, nektek, Somogyországnak több jár, mint amennyit most kap. Több figyelem, több energia, erősebb képviselet illeti meg a térséget. Én ehhez a képviselethez kérem a támogatásukat idén, és remélhetőleg 2022-ben is. Jólétet és szabadságot Magyarországnak! Arra kérem az ellenzéki pártokat, a civileket, de legfőképp benneteket, támogassátok Steinmetz Ádám indulását. Jólétet minden magyarnak!